Mi már beszélgetünk Cseri Ferenccel, de nem maradtak le semmiről, mert meg fogja ismételni azokat, amiket nekem mondott, ebben egészen biztos vagyok. Jó reggelt kívánok! Hát úgy néz ki, hogy megvan a körúti robbantó. A tegnapi események azt mutatják, hogy tutira ment a rendőrség, és hát gyakorlatilag olyan biztos információik voltak, amikkel már nem lehetett hibázni. Egy DNS minta, az mindent visz, ugye? Így van. A DNS mintát egészen furcsa, számomra furcsa módon szerezték egy szondáztatás, egy közúti igazoltatás kapcsán, ahol ugye bárki horogra akadhat, leginkább azért, mert ivott két kortyot. Így van. Ha nem, akkor is ad egy DNS mintát. Amiatt kerülhetett ez a DNS minta most elő, mert hogy most minden mintát megvizsgáltak, látván azt, tudván azt, hogy van DNS mintájuk a robbantás helyszínéről, vagy egyébként is van valami protokoll erre? Hát bizonyára minden DNS mintát nem vizsgáltak meg. Kellett rendelkezni már információval az elkövető személyéről. És tehát az igazoltatás sem volt véletlen. Valószínűleg ez egy legenda volt ahhoz, hogy egy DNS mintát szerezzenek. Ilyenkor könnyű, mert ugye meg kell fújni azt a szondát, a nyálban van DNS, mindjárt lehet vinni a laborba, lehet azonosítással felhasználni. És hát ugye közvetlen hozzátartozó legyen, egyenlősági leszármazott, hogy lehessen következtetni egyikről a másikra, mert ugye biztosra kell menni egy ilyen kiemelt ügyben. Tehát követték az autót, ott volt a járőr, tudták, itt kell megállítani, megfolyatták a szondát, mint egy normál közúti ellenőrzés, vitték a laborba. Legendával vitték a laborba, így van. Laborba elemezték a DNS-t, összevetették, azonos volt a helyszínen, találta, lehet indulni az akcióra, őrizetbe venni. Ilyenkor, hát logikusan először az anyához mennek vissza, nem? Hogy hol van a gyerek? Hát, mert ugye az a hír, hogy a fiát kellett elfogni. Igen, így van, ha nem tudják, hogy hol van, persze. Hát persze, hogyha kapásban nem tudják. És ez volt az egyik elfogás. Úgy hírlik, hogy igazából kettővel van dolgunk. Van ez, amit a DNS minta alapján, a szonda alapján hajtottak végre, és volt egy, ami Hévíz mellett zajlott, Keszthelyen, Hévíz mellett, ez most még egyelőre nem teljesen tiszta. Ott egy kis falu valószínűleg az igazi helyszín. Igen. Ahol az elkövető lehetett, és akit elkaptak, tehát a DNS mintás anya, fia, ő vallott rá? Elképzelhető, hogy innen jutottak el a második helyszínre. Vagy elkövető, vagy társtettes, ugye hát majd ez most ki fog derülni, mert az ügyészség ma tart sajtótájékoztatót, valamikor a délután folyamán valószínűleg el fogják mondani, hogy kiket vettek őrizetbe. Azt érti már, hogy mi itt az igazi sztori? Mert hogy teljesen értelmezhetetlen az, ami történt, tehát ennek nincsen értelme. Igen, nagyon szűk a folyosó, amin most még megyünk, de azokat az információkat kicsit végigrágjuk, ami eddig lecsurgott a csapból. Ugye van egy olyan hír, hogy valamikor a rendőrséghez közel álló személy volt. Tehát ugye ez feltételezi, hogy ugye nem, mint Kuncsaft járt a rendőrséget. Igen, az inkább távolodó lenne, nem közeli. Távolodóan és nem közeledő, így van. Tehát valamikor valamilyen szinten együttműködhetett valamelyik rendőri szervvel, és esetleg ebből a kapcsolatból adódóan van neki sérelme, amit esetleg ilyen módon akart megtanulni. Hát ez az elmebaj kategóriát erősíti. Hát tehát ugye az volt, hogy vagy terrorcselekmény, valaki valamiért, vagy elmebaj. Így van, elmebaj, és ugye a terrorista módszerekkel elkövetett gyilkosság. Na de ehhez hogyan talál valaki magának tettestársat? Hát ugyanolyan idióta, elmebeteg, mint ő. Ilyen csak egyszerű? Így, csak így lehet. Normális emberi. Vannak Magyarországon olyanok, akik pénzért hajlandók mondjuk bombát összeszerelni? Tehát ha semmi köze nincsen hozzá, azt csinálsz vele, amit akarsz, én összerakom neked. Ahogy ne lennének, persze, hogy van. Hát akkor ez egy üzleti vállalkozás volt a képen, nem is az elmebaj. Egy darabig igen, így van. Hát amíg meg nem bukik az illető, persze, addig igen. Hát jó, persze, hát most nyilván ez egy bűncselekmény, tehát ezt a kitöbben ez nem kérdés. Csak időkérdés, hogy mikor bukik. Tehát én azért kérdezem, hogy ugye mind a kettőről azt gondoljuk most, hogy ezek nem lehettek normálisak teljesen, tehát hogy valami nem stimmel. Az egyiknél biztos. De hát a másik lehet, hogy egyszerűen csak szállította az anyagot. Így van, lehet, hogy szállította, vagy beszerezte az alkatrészeket hozzá, mert ugye azt is hallottuk, hogy külföldön szerezték be a bombához szükséges alkatrészeket. Lehet, hogy neki ez volt a feladat. Elmenjen, bevásároljon, összerakja, kipróbálja, kiképezze azt, aki ezt végre fogja hajtani. És ez megtörtént. És itt vagyunk. Amatőrök voltak, vagy önteltek az elkövetők, hogy itt maradtak Magyarországon? Hát több jel arra mutat, hogy nagyon ostobán hajtották végre szerencsére ezt a szörnyű tettet. Már az elkövetés módszerénél lehetett ezt látni. Hát először is egy óriási hibát követ el, mert kamerák előtt jelenik meg. Az arca felismerhető, ott mászkál hosszú percekig a tetthelyen, amíg megérkezik a két fiatal rendőr,
és utána is olyan helyeken közlekedik, ahol kamerák rögzítették az ő mozgását. Láttuk ugye a neten sokféle anyag van róla, egy üzletben, hogyan távolodik el a helyszínről, feltűnően öltözködik, tehát több hiba volt itt ebben a történetben. Jó, de hát közben meg hosszan gyalogolt, átöltözött egyszer vagy többször, igen, tehát próbálta eltűnni. Próbálkozott, igen, de hát nagyon amatőrözés. El kellett, ez hülyén hangzik, én tudom, de mégis, el kellett volna mennie Magyarországról hát, ahhoz, hogy el tudjon tűnni? Hát persze, de még ezt se tette meg. Igen, ezek így érdekes összevetések, mert nagyon sokáig arról volt szó, hogy ez egy profi. Tehát ilyen hidegvérrel megtenni, így átlépni az ott fekvő sebesülteken, ezt vagy egy profi teszi meg, vagy az elmebeteg. Ugye többet nem tudunk egyelőre, a további információkat majd valamikor ma napközben igen, tudjuk gondolom, meg. Hogy már több... Gondolom, hogy ez egy ilyen dupla vagy semmi helyzet volt a rendőrség meg a TEK számára, tehát itt nem lehetett mellé nyúlni. Igen, ezért kellett a DNS azonosítás. Biztosra kell menni. Egy ilyen szörnyű tettet, egy ilyen kiemelt ügyben csak biztosra menve szabad a következő lépést megtenni, és ugye a leglátványosabb az őrizetbevétel. Tehát itt biztosra kell. Sok érdekes információt fogunk még megtudni, amit most egyelőre meglehetett, azt ön megosztotta velünk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk ma reggel, nem sokára folytatjuk.